Az Országos Bírósági Hivatal bíróságtörténeti kiállítást és konferencia körutat szervezett, amely a héten érkezett el a debreceni állomására. A megyeszékely ítélőtábláján egésznapos programon több témához kapcsolódó előadás hangzott el. A debreceni törvényszéken pedig a kiállítást lehetett megtekinteni, amelynek nem túlzás, minden darabja kincs. Szeged után Debrecenbe érkezett az a bíróság történeti kiállítás és konferencia körút, melynek megnyitóját szeptember 27-én tartották a megyeszékhelyen. Van egy projekt, Ráth György történelem és hagyományápoló projekt, aminek az a célja, hogy a bíróságok ismerjék meg az ő saját múltjukat. Tehát ismerjék meg azt, hogy a korábban ki hogyan ítélkezett, ismerjék meg azokat a neves személyiségeket, akik bíróként, jogalkotóként, jogászként, egyáltalán jogászként az elmúlt korokban segítették a bírósági szervezet működését, vagy részt vettek a bírósági szervezet működésében. Ez a projekt, ezzel kapcsolatosan több rendezvényre került már sor az országba, a legutóbb Edelényben, az Edelényi Járásbíróság történetét dolgozták föl. A mostani rendezvény itt a debreceni ítélőtáblán egy 19. században élt és alkotott jogtudós, Csemegi Károly emlékére került megrendezésre. Ő egy kiváló büntetőjogász volt, olyan büntetőkódexet alkotott meg, mely kódexnek a szelleme mai napig él és működik. Mindegyik magyar büntetőkódexben megjelentek azok a tézisek, amelyeket annak idején Csemegi Károly megalkotott és elfogadtatott a büntetőjogi kódexében. Az emlékezés erejével elnevezés nem véletlen, ez is Csemegi Károlytól ered. A debreceni ítélőtáblán dolgozókat érdekli az intézmény történelme, amely számos fejezetre osztható. A tárlat pontos képet nyújt az évtizedekkel ezelőtti bírói munkáról, az ítélethozatalról és a különböző munkafolyamatokról. A kollégáinkat érdekli, nyilvánvalóan érdekli az, hogy korábban ki hogyan ítélkezett. Ez nagyon fontos dolog, nem csak az emlékezés miatt, hanem vannak olyan jogelvek, amelyek folyamatosan működnek nagyon-nagyon régen, és ezek a jogelvek megjelennek a mai kor ítélkezésében is. Tehát ebből a szempontból is fontos a múlt ismerete, és nyilvánvalóan a munkatársaink, a bírói karnak, az igazságügyi alkalmazotti karnak is érdekes adalékokat szolgáltat a mai munkájához. Például az, hogy a századfordulón, 19.-20. századfordulóján milyen döntések jelentek meg, például milyen kúriai döntések jelentek meg. A kiállítás bejárja majd az országot, és 2019. júliusában érkezik majd a végső állomásra. Az útvonalat dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke foglalta össze. Szegeden indult, Miskolcon, vagy Edelényben folytatódott, és így ért el Debrecen városába, a városba, amelyet Kossuth Lajos szerint átjár a lelkesült hazaszerete, az igaz magyar érzelem tiszta levegője. Innen Debrecenből fogunk tovább menni Győrbe, Bécsre és majd Budapestre, ahol a körút befejeződik éppen a következő év július 15-én, amikor az 1869 évi 4. törvénycikk a bírói hatalomról szóló törvény kihirdetésére emlékezők annak 150. évfordulójára. A debreceni törvényszéken megtekinthető kiállítás a konferencia körút kísérő rendezvénye, amelyet az Országos Bírósági Hivatal hívott életre. Lényege, hogy minden régió hozzáteszi egy kicsit a saját értékeit a már meglévő törzskiállítás anyaghoz. Itt a mostani kiállítótérben, a debreceni törvényszék dísztermében és könyvtárában helyet kapott kiállítás anyagban láthatjuk a már eddig szegedi és edelényi helyszínen a déli és az északi keleti régiónak a kiállítás anyagát, hozzátéve most a debreceni törvényszéken túl a szolnoki törvényszék és a nyíregyházi törvényszék anyagait is. A díszteremben tematikusan a büntetőjoghoz kapcsolódó tárgyakat állították ki. Számos olyan hajdubihari illetőségű anyaggal is találkozunk a tárlókban megjelenített dokumentumok kapcsán is, mint például
a Debrecenben híres fekete könyv, amelyet a levéltár bocsátott rendelkezésünkre, mint az összes többi eredeti dokumentumot is, amely azért kiemelkedő, mert ebből az időszakból a rögzített büntető tárgyalások jegyzőkönyvei, határozatai szerepelnek természetesen kézzel írott formában, és az elnevezését pedig arról kapta ez a hatalmas könyv, hogy a lapok széleit, oldalát is feketével színezték. Számos olyan a büntetés végrehajtáshoz, a korabeli büntetés végrehajtáshoz kötődő eszközt láthatunk itt a tárlatban megjelenítve, mint a béklyó, a deres, a különböző formában eredeti akasztó kötelet is sikerült szereznünk. És ezen kívül, ami kuriózum és kimondottan a megyénkhez kötődik, az szintén egyrészt egy információs táblán feldolgozott a zsivány nyelv, aminek hát van egy kis vadromantikája, legendája is, de ténylegesen azok a szakzsargonok, azok a argú nyelvet feldolgozó fordítások láthatók eredetben is, amelyet annak idején az 1800-as évek elején a büntetés végrehajtásban akkor dolgozó hajduk jegyeztek fel egy-egy konkrét büntetőügy kapcsán, és ebből készítettek egy szótárat. Ezen kívül láthatók még a boszorkányperekkel kapcsolatos dokumentumok, a tiszazugi asszonyok története, karszék az 1800-as évekből, valamint egy makett, amely megmutatja, hogy hogyan nézett ki a debreceni királyi törvényszék, ma Iparkamara utcai épülete, a bombázások előtt. A könyvtárban további kuriózumok láthatók. És itt szeretném megemlíteni azokat a szintén eredeti könyvgyűjteményeket is, többek között a debreceni törvényszék egyik kollégája, Szűz Zoltán bírósági titkár birtokában lévő olyan anyagokról beszélünk, mint például az igazságügyi palota, ugye a Hajdan volt kúria, majd később néprajzi múzeum épületéhez kötődő Hausmann Alajos eredeti terveivel, rajzaival illusztrált kiadvány, amelyek úgy gondolom, hogy egyébként az identitásunk megerősítése véget is igen fontosak.